A Szűdligeti Gyermekekért és Fiatalokért közalapítvány hosszú idő után újra életre kelt a Szűdligeti Önkormányzat jóvoltából. Ez a kuratórium 5 fővel és igen komoly feladatokat maga elé tűzve végzi feladatát. Egyik legfontosabb feladatunk a Szűdligeti hátrányos, de nagyon jó képességű gyermekek támogatása. Mivel ez az alapítvány nagyrészt adományokból tartja fent magát, itt szeretném megkérni Szűdliget lakosságát, civil szervezeteket, magánszemélyeket, hogy próbálják meg keresni velünk a kapcsolatot, és segíteni abban, hogyha ismernek ilyen rászoruló, igen tehetséges gyermekeket, és velünk az önkormányzat címén, a Szent István utca 34 számon felvenni a kapcsolatot. A közalapítványnak az adatai megtalálhatók a honlapon, továbbá több alkalommal megjelenünk a Szűdligeti hírforrásban is. Feladatunk a teljesség igénye nélkül a kulturális élet, falurendezvények támogatása, sportélet fejlesztése, a sportélet feltételeinek javítása, segítségnyújtás, természeti csapás vagy rendkívüli esemény miatt a község fejlődésének, fejlesztésének elősegítése. Ez az alapítvány fő célján kívül feladatául tűzte ki a községben az összes rendezvénynek a támogatását, amit nem csak anyagilag, hanem munkával is mindig támogatunk. Ezt kiemelten elmondanám a családi napot, amit ezen a gyönyörű Dunaparton második ízben ebben az évben is megrendeztünk. Ennek a rendezvénynek a fő szponzora a Szűdligeti Gyermekekért és Fiatalokért közalapítvány volt. A Carmina Burana nagyon nagy, széles kört érintett, úgy éreztük, hogy ez igazán egy olyan rendezvény, amiben ennek az alapítványnak ki kell venni a részét és támogatni anyagilag is, hogy minél több ember el tudjon ide jönni, igen kedvező belépő árakon. Szerencsénkre a rendezvény nagyon jól sikerült, és reméljük, hogy hasonló színvonalú rendezvényt a jövő évben is meg tudunk tartani. Nagyon szeretnénk felkérni a lakosságot, hogy minekután nagyon szűkös az anyagi helyzetünk. Próbáljanak velünk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani. Várunk szeretettel minden olyan érdeklődőt, aki ez iránt, a téma iránt valami módon érdeklődik, vagy segíteni az alapítványt, mert így, ha együtt csináljuk, azt hiszem lényegesen könnyebb. Örömmel jelenthetem be, hogy sikerült az idén 2012-ben megrendeznünk az első Liget Open vándorkupát, melynek remélem, hogy a községünkben nagy hagyománya lesz majd az elkövetkezendő időkben. Az idő kegyes volt hozzánk, és szép napsütést tudhatunk magunknak ezen a napon, és 12 versenyzővel kezdjük meg ezt a játékot, és remélem mindenki jól fogja érezni magát ezen a versenyen, és boldogan, nyertesen fog mindenki hazatérni, hiszen mindenki játszhatott, részt vetett ebbe a szép kis játékba. Előzményként hadd mondjam el, hogy tavaly készült el a teniszpálya, valamikor augusztusban nyitottuk meg. Akkor természetesen már nem lehetett egy komolyabb idényt elkezdeni, de idénre sikerült tavasszal időben megnyitni a pályát, és sok-sok jelentkezővel, elmondhatom azt, hogy körülbelül egy 50 fővel indult be a két pályának a tenisz játéka. Ez egy picit a vártnál, azt mondom, hogy jobban sikerült, nem számítottam arra, hogy ennyien fognak jönni és játszani, és mint látjuk, ezekből a játékosokból ma már versenyzők lettek, és elmondhatjuk magunknak, hogy örömmel jöttek erre a mai napra. A mai verseny két korosztályban, egy felnőtt férfi és egy felnőtt női korosztályban rendeztük meg. Reméljük, ez a későbbiekben majd bővülni fog. A nyáron iskolaszünet idejére megszerveztük minden csütörtökön 9-től 12 óráig egy szabad foglalkozást a gyerekeknek. Itt mindenki kipróbálhatja magát és kedvet szerezhet ahhoz, hogy egyáltalán lesz-e a későbbiekben kedve, hajlandósága ebben a sportban részt venni. Ha ez jól sikerül,
akkor el tudom képzelni, és remélem, hogy a jövő évben beindul majd a gyerek teniszoktatás és a gyerek korosztályokban, több korosztályban esetleg, ez jelentkezőktől fog függni, egy újabb vándorkupának is mondható kis verseny, ez a gyerekek részére. Az egyesületnek működik egy honlapja, hiszen ezen a honlapon most is jelentkeznek a játékosok, minden nap online, ahogy óhajtják, pályát tudnak foglalni. Ott mindenki elolvashatja, hogy hogyan lehet jelentkezni, illetve hogyan lehet támogatni az egyesületet, és így jogot szerezni arra, hogy játszon itt a teniszpályán. Én úgy gondolom, hogy mi megtettük, amit tehettünk, és szépé varázsoltuk ezt a pályát, és remélem, hogy a közeljövőben hasonlóképpen bárki sződligeti, vagy akár sződligeten kívüli tudja ezt a pályát használni, és örömmel fog idejönni hozzánk és játszani. Köszönöm szépen!